A szakmák világversenyét 15 ország 26 városában bonyolították le 62 versenyszámban. 57 országból 1015 versenyző méret tette meg magát szeptember 7-e és november 26-a között. Magyarországot 23 versenyszámban 27 fiatal szakember képviselte. A magyar kertépítők dobogós helyre kerültek az észtországi Tallinnban, akiket most köszöntök is itt a stúdióban, hiszen vendégeim Hutter Péter és Boko Péter, akik bronzérmesek lettek. Üdvözöllek titeket, szervusztok! Köszönjük szépen, üdvözlöm neked. És aki elkísérte őket, Kostka Ernő, a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének elnöke. Üdvözöllek Ernő téged is! Én is üdvözlök! Először is gratulálok ehhez az eredményhez, azt hiszem, hogy egy világversenyen való ö, siker az ö, nem csak a szakmában, hanem, hanem úgy egyébként az országnak is egy nagy dicsőség, de ernőre nézek, mert hogy talán ő tudja kellőképpen összefoglalni azt, hogy ö, hogy mit is jelent egy ilyen ö, helyezés. Nem csak a kertépítők szövetségén, illetve a kertépítők szakmáján belül, hanem egyébként a szakmák versenyén belül. Igen, üdvözlöm a hallgatókat, és tulajdonképpen induljunk ki abból, hogy, hogy megvannak-e becsülve a szakmunkások, és vannak-e jó szakmunkások. Uh, ugye mind a két oldalról meg tudjuk közelíteni, mert borzasztó szakmunkások is vannak, és nagyon jó szakmunkások vannak. De milyen a magyarországi szakmunkás képzés? És erről sajnos hallunk negatívokat is, és ennek ellenére természetesen vannak nagyon jó tehetséggondozó szakiskolák, ahol például világbajnokokat és világbajnoki érmeseket képeznek. Hogy miért fontos ez? Hát azért fontos, hogy, hogy ne essen ki a kocsi kereke, a fal ne dőljön el, a vakolat ne májon le, tehát tulajdonk tulajdonképpen a hétköznapi emberek számára a minden nap találkozunk szakmunkával, és ez a legfontosabb, hogy jó szakembereik legyünk, ezért fontosak a régen a céhes mesterek, most pedig a, a mostani tehetséggondozó szakmai bázisok. És akár ezek a versenyek is, vagy egyfajta visszajelzés, gondolom azoknak is, akik fiatalként részt vesznek ezen, de akár a képzés szempontjából is, hogy valamit jól csinálnak ezek szerint a képzőtanárok, a tanárok, hogyha akár ilyen eredményekkel térnek haza a fiataljaink. Igen, ennek két oldalon. Egyrészt ugye nem titok, hogy szakmunkásképzőbe, néhány évvel ezelőtt a nagyon gyenge képességű gyermekek mentek, és azok közül jó néhányan nagyon jó készséggel rendelkeztek, mondjuk fizikai készséggel. De ma már egy szakmunkás nem csak fizikai készségekkel kell, hogy rendelkezzen, hanem fölkészült szakembernek is kell lennie, és ma már ott tartunk, hogy akár egy-egy ilyen világverseny után megnő az érdeklődés egy-egy szakma iránt. És mondhatom azt is, hogy még öt évvel ezelőtt a mi szakmánkban még aluljelentkezés volt, ma már többször túl túljelentkezés van. Ugye két okból is. Az egyik az, hogy ugye jó a marketingünk, mert ugye a versenyzőik jól szerepelnek. A másik oldal pedig, hogy ebből jól meg lehet élni ma már. Ha valaki jól csinálja, jól meg lehet élni. Tehát mindenféleképpen egy minőségi váltás van a, a pálya választásánál, hogy olyan szakmát válaszolnak, ami, ami számukra szimpatikus, és később jól is meg tudnak belőle élni. Na, de beszél, beszélgessünk a versenyről, ha jól tudom, akkor elég hosszú volt a felkészülési idő, tehát ha jól értesültem, akkor itt azért három évnyi munka van a hátatok mögött, és napi több óra munka. Nem lett egy kicsit üres most az életetek, hogy nem kell versenyre felkészülni. Oké, hazaértetek ezzel a nagy eredménnyel, és büszkén viselhetitek ezt a bronzérmet, de hogy azért kicsit talán mondhatni azt, hogy tényleg meghatározta a mindennapjaitokat ahhoz, hogy felkészültök. Péter? Nyilván egy kicsit ez most egy furcsa érzés. Pont erről beszélgettünk egyébként a mai nap folyamán Péterrel, hogy, hogy főleg eleinte az első két hétben mondjuk nagyon furcsa volt, mert nyilván az utóbbi három évben 0-24 ezt csináltuk minden nap, de másrésztről egy kicsit úgymond egy megkönnyebbülés is, hogy hogy megtettünk úgymond mindent, amit tőlünk telik, és, és végcsináltuk, úgymond kimaxoltuk a lehetőségeinket, úgyhogy ez ilyen mindig vegyes ez, a, ez az érzés. Amikor elindultatok ezen az úton, akkor gondoltátok volna, hogy egy ilyen eredménnyel fogtok hazaérni egy világversenyről? Másik Péter? Hát én nem gondoltam volna. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meglepetés. Vagyis nem meglepetés, mert szerintem azért folyamatában már érzékeltétek azt, hogy lehet látni azt, hogy a többiek milyen szinten vannak, és ti milyen szinten vagytok, de azért gondolom, amikor odaálltatok a dobogóra, az, az egy különleges, akár a sportolók életében ismert pillanat lehetett, hogy ott állni a dobogón és megkapni ezt az érmet. Hát ez nagyon furcsa, mert például az Európa-bajnokságon ott lehet azért, mert talán nagyobb volt, sokkal nagyobb volt a teljesítménybeli különbség a csapatok között. Ott azért reálisabban el tudtam helyezni magunkat, illetve a szűkebb mezői miatt is, mivel ott csak öt csapat versenyzett. Itt viszont én szemszögemből legalábbis a világbajnokságon nem tudtam magamat olyan reálisan elhelyezni verseny közben mert nem feltétlenül látszik minden, csak kívülről, szemmel, mm. és ugye az, hogy arra pontozó lapra mi kerül, azt nem tudjuk közben. Aha, tehát, hogy akkor meglepetés volt ezek szerint a bronzérem. Igen, teljes mértékig. Hát nagyon-nagyon boldogság volt, de azért, hogy, hogy miért három évig készültek a fiúk erre, ugye előtte egy Európa-bajnokságonra készültek napi nyolc órában, ahol Európa-bajnokok lettek, és akkor most itt nagyon szerényen ülünk, de azért mikor Európa-bajnokok mennek a világbajnokságra, akkor alapvetően azt gondoljuk, két-három csapatot figyelt az összes csapat, többek között az egyik, az mi voltunk, és ezért is volt nagyon-nagyon nehéz. Nagyon egybe volt a, a, az élmezőny, tehát láttuk, hogy ki az a négy-öt csapat, aki nagyon egybe volt. És hát ez a lelki teher, ha tetszik, hanem ez, ez tizedekben mérhetők, és, és, és másodpercekben mérhető, úgyhogy azért álszerények a fiúk, tehát nekik komoly teher volt, és komoly tudás mennyiség, amivel indultak a VB-re, tehát mind Európa-bajnokok azért illet nekik jó helyet állni, és a probléma az, hogy ezt, 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 ezt el is vártuk tőlük, de hát az óriási öröm volt, hogy itt végül is dobogósok lettünk, mert tényleg azt gondoltuk, hogy hogy ott vagyunk az élbolyban, de de nem tudhattuk. Az utolsó pillanatban hát óriási üdvözlőagás volt, amikor megtudtuk, hogy harmadikok lettünk. De menjünk vissza a kezdetekhez. Mi kell ahhoz, és akkor Ernőhöz fordulnék, hogy mi kell ahhoz, hogy egy fiatalban látszódjon az, hogy képes arra, hogy akár ilyen eredményeket érjen el. Az ő saját elhivatottsága, vagy a tanárnak kell egy olyan fajta nyitottsága, rálátása a dolgokra, hogy ő érezze azt, hogy mondjuk a két Péter az, aki, aki ilyen eredményt tud hozni. Igen, nekem minket. szerencsém volt a fiatalokat egészen fiatal versenyzőként is már szombathelyen is meglátni. Biztos, hogy kell egy jó pedagógus. Tehát itt nálunk szerencsére van négy-öt olyan pedagógus, aki, aki alkalmas arra, hogy, hogy őket fölhozza erre a szintre. És ezek felett még van egy olyan pedagógus, aki az egésznek a motorja, az itt tanárnő, tehát ő azért, ha tetszik, hanem Európában, sőt a világban a egyik legjobban elismert felkészítő tanár. És természetesen kell az ő készségük. A két Péter teljesen más temperamentummal rendelkezik, mégis csapatba dolgoznak, mégis nagyon jól tudnak együtt dolgozni, tehát csapatot kell alkotniuk de ö, azt kell elképzelni, hogy, hogy együtt dolgoznak, de mégis egymásnak háttal. Tehát őknek érezni kell, hogy a másik mit csinál, mert különben nem lesz kész időre a, a, a munka és teljesítmény, és hogy Bárkiből lehet jó versenző. Nem lehet tudni, hogy, hogy, hogy az, az első versenynél, hogy hogy kiből lesz a jó versenző. Igazoljatok vissza, hogy, hogy nem gondoltuk volna, ha akár a, nézzük a, a, a lányokat is, hogy a lányok között is vannak nagyon jó verseny. Biztos, hogy kell egyfajta akarat. Tehát ez ez a készség az elsajátítható, de a, az akarat a hajlandóság azt valaki valahogyan hozza. És aztán, ha ezt ki tudjuk aktázni, akkor lehet belőle Európa bajnokunk. Hát, ha akarat, akkor ugye már ez is bizonyítja, hogy ugye napi 24 órában akár vagy, tehát, hogy tényleg egész nap akár képesek voltatok gyakorolni és készülni erre a versenyre. Zita tanárnő, ő kicsoda, akit említettél. Tehát ő Akár a fiúk, ha jól tudom, akkor. akkor hát mondjátok, meséljétek el, el is, hogy, ki az a Zita Péter meséld el. Zita, hogyha röviden szeretném összefoglalni, akkor ahogy Ernő is mondta, az egész versenyzésnek Magyarországon az egész rendszernek olyan mozgató rugója. Egyébként az egyik legösszerettebb és legnagyobb szakmai tudással rendelkező oktató, illetve tanárok itt ismerek és szerintem nagyon nagy szerencsénk van vele azért is, mert nem csak hazai szinten, nemzetközi szinten is szerintem nagyon többek között nagyon jó megbecsülésre rendelkezik, főleg a versenyeredmények miatt, illetve nem kizárólag csak a teljesítmény, hanem az embersége miatt is. A szakmák versenyéről beszélgetünk ugye, és ezen a téren. Tehát akkor ő nem csak a kertépítők területén, hanem úgy általánosságban a szakmák területén van nem rá Minden, minden ö, szakmának van egy saját ö, úgymond felkészítő tanára, egy felügyelő, vagy egy expertje, egy ö, különböző. Ö, én csak egy szakértő vagyok, természetesen abban próbálom segíteni a, a fiúkat lányokat, hogy hogy minél jobb eredményt érjenek el, de valaki napi 8-10 órában. Ö, is tápolja őket, és, és, képzi őket, és, és kihajt belőlük maximumot, úgyhogy ilyen szempontból, és ez, ez, nagyon fontos, és hál' Istennek többi szakmában is vannak ilyen zita tanárnők, vannak az asztalosoknál, vannak a könyveseknél, tehát biztos, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy olyan központi hely, de most már hál' Istennek mondom, hogy Magyarországon most már van három ilyen tudásbázis, úgyhogy szombathelyen is van már ugye olyan tanárúra, aki viszi a vállán a gyerekeket, és aztán hál' Istennek Budapesten is van két ilyen objektum. Tehát azt tudom mondani, hogy az elmúlt öt év nagy eredménye, hogy még öt évvel ezelőtt még egy, egy, egy ilyen tudásbázis sem volt, egy ilyen, most már három van az országban. Ez azt jelenti, hogy nem csak a két versenyzőnk ő, tudjut erre a tudásszintre, hanem ennek a tudásszintnek a közelében jóval több, technikus jut el, és ez a fontos, mert ők példát mutatnak, a többiek meg ugyanazt a tananyagot, ugyanazt a feladatot elvégzik otthon, a is saját játszóterükön. Pont kérdezni is akartam egyébként, de egy kicsit válaszoltál is rá, hogy változott-e az elmúlt években akár a képzés, akár a versenyeken való részvételi lehetőségek, a hajlandóság, tehát hogyha a szakmákat tekintjük, akkor... Utaltál már a bevezetésnél is arra, hogy ugye megdőlni látszik az a fajta nézet, ami egyfajta katújaként foglalta be a szakmákat, de hogy mi az, ami még, még változott, ami lehetővé teszi azt, hogy akár ilyen eredmények szülessenek. Ah. Biztos, hogy, hogy, hogy induljunk ki abból, ugye, hogy többszörös a túljelentkezés már egy jó szakmára. Egy asztalosnál 6-8-szoros túljelentkezés van, és már négyes alatt nem is nagyon vesznek föl asztalosnak. A mi szakmánban, ebben a kertépítésben is most azt hiszem háromszoros volt a, a túljelentkezés, tehát ez azt jelenti, hogy tényleg az igen gyenge képességűeknek más feladatot tudunk találni, mondjuk akár a kertészeten belül is lehet, de azért a kertépítés az egy, az egy technikusi félmérnöki feladat. Itt nem kell tudni uh, számolni, kell tudnunk uh, könyveskedni, kell tudnunk vizes uh, architektúrát építenünk, kell tudnunk uh, burkolnunk, kell tudnunk, nem is tudom, asztaloskodnunk, tehát négy-öt szakmát kell. Tehát ez azért kell egy komplex uh, tudás, amit szép, lassan tud menni. Azt tudom mondani, hogy a fiúk, amit most megszereztek, azt én jó magam 10-15 év alatt szereztem meg, most már 20 éve művelem ezt a szakmát, és látom, hogy hogy ilyen komplex tudású hallgatókat, diákokat nagyon nehéz volt szerezni, most is nagyon nehéz, de hogy ők már arról a szintről jönnek, hogy bármikor odaadok nekik egy tervlapot, és kiküldöm őket a való világba, hogy itt van, vigyétek a munkaképet, az eszközöket, és csináljátok meg és meg fogják csinálni egyrészt olyan minőségben, amit Nyugat-Európában kifizetnek, másrészt meg olyan határidővel. Ugye ez a kettő fontos, ugye a fiúknak is a, a, ez a kettő nagyon fontos. Úgyhogy, úgyhogy mi mindenféleképpen sokat kaptunk, természetesen megpróbáljuk őket támogatni, és ezeket a tudásbázisokat. Csak és egy apróság, hogy a saját embereimből is úgy tudnék összerakni egy ilyen versenyzőt, mint a két Európa bajnokunk, világbajnoki bronzérmesünk, hogy, hogy van, aki nálam jó burkol, van, aki jól bánik a növényekkel, van, aki meg jól szerel az öntözőrendszert. Na most ezt, ezt természetesen mindenki egy alapszintre fölhozza, de az ő szituációkban és a mögöttük lévő tudásbázisnál ezt mindenki egy magas szinten tudja már elsajátítani. Péterek, az nem volt kérdés, hogy ti együtt fogtok indulni ezen a versenyen, tehát hogy egy csapatot fogtok alkotni? Um, hát. Ez egyébként egy kicsit vicces sztori, mivel uh, ugye egy, tehát ugyanabban az iskolában jártunk, annyi volt csak a különbség, hogy Péter uh, egy évvel idősebb, illetve egyel följebb folyamban járt, mint én. Uh, hát szerintem nem az tudok, hogyha azt mondom, hogy amíg össze nem kerültünk versenyzés téren, addig körülbelül beszéltünk egymással kettő, vagy maximum három szót. Tehát uh, olyan sok interakció nem volt előtte, és uh, ezáltal, hát lehet, hogy egyébként ez nem tudom egy, lehet pozitívum, negatívum, aki ahogy fölfogja, de de minket végül is úgymond a versenyzés össze, és nem, nem, úgy érkeztünk meg, hogy akkor mi azért is együtt szeretnénk csinálni. És szerintem azért valamilyen szinten előny, mert ha, ha, egy páros azért van együtt, mert, mert ők kizárólag csak jóban vannak, és, és lehet, hogy a párosok nem annyira működik, az nem biztos, hogy annyira előnyös. És szerintem most azért nem mondhatnám azt, hogy két szót beszélünk évente, úgyhogy úgy, valahova sikerült eljutni. Tehát mondhatni azt, hogy barátok lettetek, és Igen, nem csak Igen. a szakma hozott, vagy a versenyzés hozott összetéteket. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak úgymond erősségei ebben a csapatban. Péter, neked mi volt, mi az szerinted, amit, amit te tettél hozzá ehhez az, er ehhez az eredményhez? Szerintem a kőmunkákban. Uh -huh. Viszonylag. Jól teljesítettem. Nagyon jó teljesít, nem akarom elmondani, <laughs> szerintem Szerényi a Magyarországon gyere. szerintem macskakő, vagy kiskockakő van az egyik legjobb. Tehát mindenki őt lesi a versenyeken, úgyhogy ne legyél a szerény. Igen, igen, tehát profi. És hogyha mondjuk az emberséget nézzük, mert azért szerintem, ahogy említett, ez is kell talán ahhoz, hogy tényleg, hogy, hogy ne csak a szakmai tudás legyen ott, hanem hanem akár a jellemződ, mint emberi jellemződ is ott legyen. Mi az, ami ami szerinted benned egy nagyon fontos dolog volt, akár a szerénységed, vagy akár nem tudom, emelj ki valamit. Kitartó vagyok. Kitartás. Uh -huh. Másik Péter, neked? Uh, hát. Ekkor ezzel most szeretném egy rossz tulajdonságomat is kiemelni, mert hogy néha kicsit szétszórt vagyok, de ezáltal szerintem viszonylag jó kreativitásom, és általában azokat a modulokat, vagy azokat a részeket szoktam és szeretem csinálni, ami valamilyen módon természetes hatású, tehát, tehát kell hozzá kreativitás, vagy az érzék az ilyen nagyon véletlenszerű dolgokhoz és akkor itt ez megint egy ilyen nagyon jó kis kiegészítés így csapaton belül, hogy amíg én így egy kicsit vagy szétszórt vagyok, vagy, egy, vagy nem vagyok annyira türelmes, Pető mindig visszaránt, hogy na, akkor higagy le, csináld normálisan, úgyhogy ez így, ez így, egy jó páros szerintem. De igen, lényegében, ami, amit elmondtam, abban vagyok szerintem jó a random dolgokban. És akkor hagyj egészítsem már ki, mert azért az, az vitathatatlan, hogy a növényhasználatban a világbajnokságon Magyarország szerepelt a legjobban. A növényhasználatunkra mi kaptunk a legnagyobb pontot, úgyhogy a fiúk nagyon kitettek magukért. Katasztrofális növényhasználatot láttunk néhány nagyon neves ország csapatainál. Nekünk ez az erősségünk, mi valahogy innen érkezünk, egyébként a kertészek a növények oldaláról érkezik, ez a tudásunk mindig is erősebb volt, és a gyengébb volt a, a minden más burkolat, vagy, 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 vízarchitektúra, és ugye, mert az német iskola az például onnan jön, az az, az építőiparból érkezik a kertépítésbe, a, a magyar iskola pedig a, a, az élet oldaláról, a növény oldalról, úgyhogy a, a, egyébként ebben is e, hát kimagaslóan teljesítettek, olyan, olyan növény e, összeállítást csináltak, amit, amit mindenki csak csodált, és ott, ott döbbentek rá, hogy, hogy valójában ebben a magyarok jóval előttük járnak. Ezek szerint akkor megtudhattuk azt, hogy a pontozás az úgy történik, hogy gyakorlatilag ezeknek a tudás területeknek külön pontozása alapján de derül ki az, hogy ki lesz a bronzérmes, Péter? Uh, bocsánat, hogy visszajlok egy kicsit az Ernőnek a mondandójára. Egyébként megkaptuk a pontozólapot, és kiderült, hogy pont azt húzták le, amivel pont a legerősebbek vagyunk egyébként. Úgyhogy uh, igen, jó uh, jó sikerült én használ szakmélag, szerintem a miénk lett a legjobb, viszont hát ugye ez egy ilyen szerűen hozza magával azt, hogy lehet, hogy azért büntetik az embert, hogy valamibe jobb. Aha. Uh, ezért mondtam, hogy nem mindig kiszámítható a pontozás, mm. meg ezért nem tudjuk magunkat elhelyezni, mert meglepő derülnek ki néha utólag. Tehát nem mindig sportszerű a verseny, hogyha mondhatom így. Mint akármelyik másik sportág? Mint egyébként, igen, pontosan. Na de el, elmesélhetjük a, igazából a pontozás menetét, kezdjük az alapoknál. Nos igen, hát a pontozásnak a legegyszerűbb része, ami úgymond kőbe van vésve, azok a mérések, mert egyébként kétféle, hát úgymond kétféle pontozási módszer van a versenyen jelen. Az egyik ez a mérés, a másik pedig egy szubjektív pontozás. Uh, mérése az nyilván magától értetődő, mivel mindenki szinte megszólásig ugyanezt építi, ezért mindenkinek minden paramétert ugyanazon a helyen mérik meg, tehát mondjuk egy burkolatnak a szélessége, vagy egy lépcsőnek a magassága, vagy ilyesmi. És akkor ebben van két milliméteres tűréshatár, uh, legtöbb esetben ez nyilván természetes anyagoknál egy kicsit több, de betonálemnél mondjuk két milliméter, vagy esetleg fánál is. Ez van kőbevésve, és akkor a szubjektív pontozás, mikor jön a zsűri, és neki vagy tetszik az a növényültetés, vagy nem tetszik. Tehát ez körülbelül így dől el. Tehát ugye pont ezért említettem azt, hogy lehet, hogy szakmailag mondjuk az, amit egyik csapat csinál, az nagyon jó, nagyon szép, csak mondjuk egy másik országnak, másik kertészeti kultúrába, vagy kertépítési kultúrába érkező szakembere, azt ő nem úgy látja, nem úgy fogadja el. Tehát ezért a szubjektív pontozás ez egy kicsit kevésbé kiszámítható, mert mert azt mindenki ugye a saját belátása alapján ítéli meg. És akkor ebbe a szubjektív pontozásban is igazából van kétféle. Az egyik egy ilyen nagyon egyszerű kérdés, mikor mondjuk van egy olyan paraméter, hogy a növények öntözése megtörtént, vagy nem. Tehát egy igen-nem, ott vagy kapsz pontot, vagy nem kapsz pontot. Öm, és akkor van még egy kicsit egy komplexebb pontozási része ennek a szubjektívnek, mikor öm, mondjuk az adott pont négy felé van osztva, és akkor mindegyik, mindegyik osztáshoz úgymond meg van adva, hogy az mit jelent. Tehát például egy öm, egy burka hatnál, mondjuk egy összbenyomást, lehet ilyen, ez a nullától a háromig terjed ez a pontozás, a nulla az, az hogy nem elfogadható, újraépítetném, ilyesmi, és akkor egytől a háromig ez ugye a minőségtől függően, és ugye ezt is nyilván ránézésre lehet megítélni. Itt viszont annyi segítséget ad a versenyszabályzat, hogy túl nagy pontkülönbség ugye nem lehet, kettő bíra között, tehát ha mondjuk egyik bíra ad nullát, a másik hármat, akkor megkérdezik, hogy miért, beszéljétek meg, és akkor összeeresztik őket, és uh -huh. va vagy az egyik megy följebb, a másik megy lejjebb. Ez, ez itt a kicsi, kicsi segítség, de egyébként ezen kívül mindenkinek a saját belátása. Szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, hogy két milliméterről beszélgetünk, uh -huh. tehát egy természetközeli kertnél, ahol lépcsőt kell, járdát kell építeni, Uh, hidat kell építeni, ott két milliméter a tolerancia, két milliméter után nulla pont jár, tehát hogyha, vagy egy derékszöget, amikor áraknak, ott is értelmesen a derékszöget, derékszöget, és ez az óriási előrelépés a korábbi versenyekkel kapcsolatban. A Magyar Kertépítőkország egységet csinált tíz évig kertépítő versenyeket, ahol elsősorban az élmény és a látvány uh -huh. volt a fontos, most pedig, ma már ott tartunk, hogy mi a fontos, az a fontos, hogy ki lehetjen fizetve, ne csak, hogy szép legyen és akkor bizony, annak a derékszögnek derékszögnek kell lennie, annak a függőnek függőnek kell lennie, és ugye nem lejthet befelé egy burkolat mondjuk az épület felé, ezeket mind újra, tehát ezek nulla pontok, ezeket újra kell építeni. És akkor még egy apróság, hogy, hogy ezeket, <coughs> ezeket időintervallum is van. Tehát az első mondjuk az alépítmény, és mondjuk a burkolatnak van mondjuk 6 órája, és utána lefújják, és akkor lepontozzák. Ha valaki kész van, azt pontozzák le, ha nincs kéz, akkor azt pontozzák le, és eldöntheti, hogy befejezi majd a saját idők kárára vagy hagyja a fenébe ott a versenyen és megy a következő feladatra, <coughs> tehát ezért mondjuk azt, hogy óriási <coughs> váltás a gondolatvilágba, hogy nem elég jól megcsinálni, még időre is kell. Mm -hmm. tehát Gondolom, gondolkodni kell, nem? Hogy kell-e az mondjuk az a javítás a következő lépéshez, tehát, hogy rendkívül sok olyan dolgot kell, akár így hirtelen meghozni döntés, nem? Ami befolyásolhatja a versenymenetét. Nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy látvány szerintem, hogyha hallgatóink velünk tartanak a beszélgetés elejétől, akkor, akkor, igen, hogyha kertépítést meghallják, akkor azt gondolják, hogy annak látványosnak kell lennie, tehát szépnek, mutatósnak kell lennie. De hogy ennyi minden gyakorlatilag kell ahhoz, hogy, hogy az a kert az, az egy működőképes kert legyen, és hogy ennyi mindenről tudunk beszélgetni, ez tényleg számomra is egy... egy csodálatra méltó dolog. Azt mindenféleképpen szerettem volna megkérdezni, hogy ilyenkor, amikor mondjuk egy ilyen versenyen, akár itt a, a világbajnokságon építitek azt a bizonyos kert részletet, akkor tudjátok előre, hogy mit fogtok építeni? Tehát kvázi van lehetőségetek gyakorolni, vagy bizonyos elemeket, vagy tudjátok, hogy, hogy éppen mire lehet számítani? Hogyan készültök fel, Péter? Hát mindenféle feladattal készülünk, de ott előtte nem derül ki, hogy mi lesz a versenyen a feladat? Tehát akkor nem tudjátok azt, hogy mondjuk milyen ö, szempontok alapján mit kell építeni, hogy akár legyen-e híd, vagy bármi, vagy milyen legyen a széle, vagy milyen hol kell, hogy kell növényeket, semmit nem lehet tudni. Nem. Tehát akkor úgy tudtok felkészülni mondjuk a versenyre, hogy megnézitek az előző versenyeket, akár, vagy hogy készültetek fel? Hát az előző tíz év versenyfeladatait mindent leépítettük. Ja, hogy ezt mindent megépítettétek. Hová épültek ezek egyébként? Elbontásra is kerültek. Oh. <sítható> Pedig szívesen megnézném. Tehát, hogy ez volt a gyakorlás, mondhatni azt, és akkor ilyenkor látjátok azt, hogy mik azok, amik nehezebben mennek, ami kicsit több időt veszel, és akkor azokat a lépéseket kell akár gyakorolni? Igen. Voltak -e egyébként olyan lépések, amiktől féltetek, vagy ami egy kicsit ilyen mumusként volt bennetek, hogy hát ezt nehezen fogjuk megugrani, de meg kell, csak azért valamiért így. Szerintem ilyen tartós mumus nem volt, esetleg időleges mumusok <laughs> voltak mindig egyébként, de javicska tévedek, hogy, hogy például volt egy időszak, mikor mondjuk a pergolák nem nagyon akartak összejönni. Az akkor micsoda, bocsánat, a pergolák. A pergola az lényegében egy, egy olyan faácsolat, amit nek igazából a, a fő szerepe inkább a díszérték, de nyilván valamilyen árnyékoló szerepet is tölt be. Ezzel általában, át lehet haladni, kb. 2,5 két, két méter magas, 2,20 magas átcsatlóról beszélünk. És akkor ezt ugye nagyon nehéz azért kivitelezni, mert mikor ezt gyorsan kell csinálni, akkor azok a szögek, meg a derékszögek, meg a függőlegsek nem mindig akarnak úgy összeállni, hogy kéne. És akkor ez volt egy időleges uh -huh, mumus. Uh -huh. Akkor uh, időleges mumusunk az volt mondjuk híd is akár. Uh, ez kiderült amúgy a verseny is, a híd volt a mumus. <laughs> Miért egyébként nehéz kivitelezni, vagy... Mikor egy, egy, tehát mikor egy egyszerűbb uh, konstrukcióról van szó, az, az nyilván az nem, nem egy mumus. De ezen a versenyen ugye az volt benne a kihívás, hogy... Uh, Rengeteg szögbevágott elem, tehát hogy nem csak 90 fokok voltak benne, hanem voltak 45 fokok, stb. Tehát, hogy ilyen téren komplex volt, illetve hogy adatok terén szerintem eléggé hiányos voltam úgy a alap, uh -huh. és ugye nyilván ez sokszor előfordul, ugye pont ez a lényeg, ez adja a nehézségét. Illetve, mivel, hogy fáról beszélünk, ezért aztán annak az anyagnak nem biztos, hogy milliméter pontosan akkor a mérete, mint amennyi a papíron meg van adva. Úgyhogy ennek az összessége szépen megszivatott minket versenyen. Ráadásul kettő külön darabból épült a híd, ami, ami még plusz egy nehézséget jelentett. Úgyhogy a végén, mivel fél óra volt, és még a híd nem volt készen, nem, hogy a helyén nem volt, még készen sem volt, és fél óra volt hátra a versenyidőből, elhangzott a mondat, hogy furd össze, dobjuk be a helyére. <gül> <gül> úgy, úgy hogy igen, hát, mint ahogy említetted, hogy néha azért kell olyan döntéseket meghozni, Persze. ami ott helyben lehet, hogy szívfájdalmat okoz, viszont kell ahhoz, hogy az egész versenyteljesítmény teljesítmény meg úgy helyén legyen, mert ha azzal szarakodtunk volna, az a hit, bocsánat, hogy így fogalmazok, de szó szerint, Helyen. hogy sok csapat azt csinálta, öm, akkor nem végeztünk volna a napi feladattal, és ott is konkrétan kapkodva, repülve ültettünk növényt már a végén, mert addig maradt valami időnk, uh -huh. és akkor erre a, nem is tudom pontosan ki mondta, hogy akkor ott a magyar csapat egy fél órán keresztül nem vett levegőt. <laughs> Úgy, igen, igen. Az, az, egy, az egy jó mondat volt, mert mi se. Uh -huh. Csak azt akartam mondani, hogy a kérdésedre, hogy nekünk szakértőknek és a oktatóknak arra kell rájönni, hogy mi a gyenge foltjuk. Uh -huh. És amikor látjuk, hogy, hogy a, mondjuk az ácsmunkák vagy az asztalos munkák, akkor, akkor erre fordítottunk energiát. Ők, ők többször voltak az asztalos világbajnokokkal együtt fölkészülni, az ő tehetséggondozójukba megnézni, hogy hogyan csinálják, milyen szerszámokat használnak. De ugyanígy, mikor kőpattintásról volt szó, akkor elmentek olyan helyre, ahol, ahol kőpattintást tanultak hattak nagyon komoly mesteremberektől, sőt, olyan célszerszámokat lettek csináltatva. Úgyhogy amikor nagyon büszke voltam a fiúkra, mert a, a, volt néhány a csapat, aki simogatta a követ a mindenfajta vésővel, a fiúknak olyan célszerszámok voltak, hogy, hogy mindenki csodálta őket, amikor egy ilyen, ilyen két méteres tömbből vágták le, törték le a megfelelő darabokat. Tehát azért kell ez a hosszú felkészülés idő, mert nem csak megépítik ezt a tíz standot, hanem, hanem azt mondjuk, hogy ezen a héten csak Peti tudja, kiskocka követ, vagy, 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 macska követ fog rakni. És akkor lerakja, egy, egy, órán belül már lehet, hogy bontja is vissza, mert hogy, mert, hogy ezt készségszintre kell elsajátítani. Mm -hmm. Tehát, hogy az ő kezében már van, és, és, ha valaki majd nézi a képeket, meg a videókat, vagy visszanézi, akkor lehet látni, hogy már szinte abban, hogy megfogta, már tudta, hogy hogy kell odaforgatni. És ugyanígy a gélbevágás, vágás, ez mindenki, ugye a gélvágó belga óta, ugye mindenki tudja, hogy az egy hangos művelet, de hogy, de hogy de hogy tényleg, hogy szögbe tudjuk vágni egy, egy, egy két fadarabot, azt is gyakorolni kell. Most egyetlen egy dolog van, a, a kis még többször föl tudjuk használni, mi a faanyagot, azt, hogy... azt, egyszer tudjuk használni, és ezért rengeteg anyag kellett a felkészüléshez is, hogy ha már egyszer elszaptuk, akkor, akkor nem az van, hogy jól, jó lesz így, hanem tessék az kuka, tessék újra kezdeni. És hát ilyen szempontból érdekes ez a dolog. Ugye mi a való világban, én a termelő életben ezt ezt mondjuk a saját káromon tanulom meg, hogy nem sikerül gélbevágni, vágni, akkor az kuka, de akkor kell egy újabb anyag. Nekik szerencséjük van az edzőtáborban, ezt még megcsinálhatják. Igen, viszont a szerencse mellett azt hiszem, hogy nagyon sok áldozatot is kíván azért ez a fajta felkészülés, hogy ilyen sok órát ezzel tölteni, hogy akár bizonyos lépéseket begyakorolni, és újra és újra kezdeni, hogyha valami nem sikerül. Sok időt elvett a szabadidőtökből? Tehát akár a család mondjuk mennyit látott titeket az elmúlt három évben? Um... Végül is nem azt mondom, hogy nem volt szabad időnk mert nyilván volt, illetve versenyszezonon kívül mondjuk Európa bajnokság után a téri időszak, az mondhatni ez egy szabadabb időszak volt. De igen az igaz, hogy rengeteg időt elvesz, mikor ugye a felkészülési időszak zajlik. Viszont máshogy nem megy. Tehát, hogyha ennél kevesebb időt szánunk rá, akkor, akkor nem lehet megcsinálni. Tényleg ebbe annyi időt kell beletenni, és. És nem, nem is csak az idő mennyisége a fontos, hanem minősége is. Mm. Mert e, nyilván ez ez versenyzőtől, meg szakértőtől, meg szakmai és táptól függ, de látjuk azt, hogy van olyan versenyző, aki mondjuk ugyanúgy ugyanannyit van bent a felkészülési helyén, mint mi, de hogyha utána megkérdezzük arról, hogy ott mit csinált, akkor nem tud nagyon produktív választ adni, tehát e, ez egy ilyen érdekes kettőség, hogy nem feltétlenül az idő mennyisége számít, hanem az, hogy ott tényleg milyen keményen, meg, meg, meg hányszor csinálod meg azt, amit meg kell csinálnod. De ez kell a szakmai alázat is, úgy nem? Tehát, hogy szeressétek azt, amit csináltok, és ne mondjuk egy kényszer legyen, mert másként nem lehet eddig eljutni, vagy ilyen szintre eljutni, nem, Péter? Tehát, hogy ez, uh -huh. ez szívvel, lélekkel tud csinálni. Abszolút, így van egyébként. Igen, Tehát, igen. hogy mi az, ami, amit a legjobban szeretsz egyébként így a, a, a lépésekből, vagy mi az, amit akár mondjuk az építés során, a, a befejező pillanatok, vagy amikor már látod a, a munkád eredményét, vagy akár az a terület, amit te szeretsz csinálni, és azt mondjuk precízen meg tudod csinálni. Tehát az a legjobb, amikor rákészül egy kert. <gül> <gül> Tehát, amikor készen van a munka, és azok az apró részletek, azok szépen egységbe kerülnek kaptok-e azért valamennyi szabadságot, úgymond ilyen kreatív vagy alkotói szabadságot? Tehát, hogy vannak bizonyos adatok, ezt megtudtuk, már mint ugye a versenyen, hogy mik azok a paraméterek, amiknek meg kell felelni, akár ugye milliméter pontosan is, de hogy, hogy milyen növényeket használtok, vagy, vagy hová, hová teszitek őket, vagy hogyan alakítjátok ki, akár a látvány tekintetében, lehettek-e kreatívak ilyen téren? Igen, uh, bizonyos mértékig lehetünk kreatívak. Például most ez a legfrissebb példa, hogy a világbajnokság. Ott meg volt adva, hogy egy adott területre melyik növényfajok kerülhetnek, viszont az, hogy én azt hogy rendezem el, hogy, hogy, azok a növények ugye milyen kompozíciót alkotnak, az teljes mértékig ugye az egy, hát ez az úgynevezett free design, tehát ez a, ez a szabad, um, szabad kreatív feladat lényegébe. Um, és akkor Európa bajnokságon pedig egy kicsit, kicsit, nagyobb volt úgymond az a szabadság, mert ott nem a növényekkel volt ez a, ez a fajta free designos terület, hanem ott volt egy négyzetméter az építésen belül, amire azt mondták, hogy ott azt csinálsz, amit szeretnél. És ott csináltunk illetve Péter csinált egy nagyon menő magas ágyást. Nem volt egy nagy méretű, viszont rengeteg maradék anyagunk volt, és abból sikerült elkészíteni. És ott látszott, hogy időben nagyon jók voltunk, mivel a legtöbb csapat nem tudott szerintem annyira nagy volumenű, meg annyira látványos lényegében egy elemet kialakítani azon a területen. Úgyhogy szerintem talán ez is egy erősségünk, hogy mivel mondhatni, hogy viszonylag gyorsak vagyunk, ezért, hogyha van benne egy relatív rész, arra több időt tudunk szánni, azt úgymond ki tudjuk maxolni egy kicsit. És igen, ki tudjátok, vagy meg tudjátok mutatni, hogy mire képes a magyar csapat. Mekkora ez a terület egyébként, amit be kellett építeni? Ez most világbajnokságon egészen precízen 610x720 cm volt, uh -huh. tehát átlagban ez egy 6x7-es méterbe 6x7-es terület és akkor az átlagbe ez a világbajnokságnak a mérete, az Európa-bajnokság az pedig 5 x vagy 5x5-ös, 5 hogyha minden igaz. Üm, és akkor Gráczbő is, ez ott 5 volt? ötször 6 Ja, igen, igen, mert ott hosszúságra is nagy volt, volt, és nem, igen, az ötször hatos volt, és időben pedig ugye az a különbség, hogy az Európa-bajnokság ott Lényegében két és fél nap áll rendelkezésre, tehát ott van, van kettő teljes munkanap, illetve a harmadik nap az egy kicsit rövidebb, mert a versenyszabályzat enged egy kicsit variálni a versenyidővel, de még a max versenyidőnél sincsen teljes harmadik nap, tehát azért húzós nagyon. A világbajnokságnál ott pedig ez három és fél, tehát ott, ott úgymond egy nappal több van, viszont a feladat az ugye sokkal komplexebb és sokkal nagyobb. És ezt ugye nehogy képzeljük el, hogy akkor nem tudom én van rá ennyi idő, és akkor szépen elkezditek, hanem azért a rész feladatoknak is van egy határideje, hogy azt mettől meddig kell megcsinálni, és meddig lehet megcsinálni, ugye? Igen, mivel minden nap végén van bemérés, illetve értékelés, az adott napi modulokat, vagy modult azt ugye aznap el kell készíteni. Hát a versenyszabályzat engedi azt, hogy előbbre haladj, uh -huh. Amire nagyon ritkán van lehetőséget, sajnos, mert mert nem úgy van kitalálva, hogy így leráz magadról, igen, és akkor igen, készen igen, van. igen. Uh, úgyhogy, ha azzal a napi dologgal nem vagy kész, akkor azt ugye nyilván nem tudják értékelni. Uh -huh. Sőt, még rosszabb, hogyha az egész verseny során azt nem tudod bepótolni, akkor, uh, akkor ott a verseny végén akkor még egyszer bünti van, mert akkor a. Kertnek az összbenyomása, az, az ah. sajnos megsínli a dolgot. Uh -huh. Úgyhogy van egy ilyen alapelve ennek a versenynek, hogy ugye nincsen, nincsen dupla büntetés, de ebben az egyesetben sajnos van egyébként, uh -huh. de teljesen jogosan, mert most világbajnokságon is volt olyan csapat, akik lemaradtak első-másik napon, de behozták a lemaradásukat végül is, és nyilván bukták arra egyszer a pontot, de másodjára nem engedték meg maguknak. Uh -huh hogyha már a világcsapatok szóba kerültek, akkor gondolom, hogy itt azért az ismerettségek kötése is kialakulhat, tehát, hogy barát vagy barátok, barátságok alakulhatnak ki, és akár mondjuk szakmai téren is meg tudjátok osztani egymással a különböző tapasztalatokat, mint ahogy ugye említette, hogy Péter a te munkádat azért sokan lesték, és nézték, mert hogy nagyon jól csinálod. Hogyha most így nemzetközi szinten nézzük ezt, a, ezt az egész folyamatot, magát a kertépítést, akkor, akkor ti hol, hol érzitek magatokat? Tényleg a dobogón érzitek magat? magatokat, vagy van még azért hová fejlődni, vagy, vagy azért megveregethetitek a saját vállatokat is, hogy jól csináltátok, amit csináltatok, és büszkén mondhatjátok, hogy magyar csapatként jó eredményt értünk el. Hát én még változatlanul, még annak ellenére is, hogy ott voltunk ott a bogón, azt mondom, hogy nem tudom behatárolni, mivel ez feladat is szerintem. Uh -huh, uh -huh. Ezzel a feladattal ugye azért volt nagyon egy nagy szerencsénk, mert ebben rengeteg uh, természetes elem volt, kreatív része volt, ami azért nagy részt erősségünk. Viszont más részről meg azt láttuk, hogy például a japánok ezzel a természetes anyaggal is tudnak konkrétan, ők, tehát hogy két milliméter a tűrés határ, de egy milliméter pontosan építenek. Hihetetlen, és közben a munkafolyamatuk is tökéletes, mert konkrétan szabályszerűen emelnek mindent, és nem hibáznak szinte semmit, és ez volt elég a második helyre. Uh -huh. Tehát, hogy akkor, akkor nyilván mondanám azt, hogy nagyon jó vagyok, de hogyha én úgy érzem, hogy én azt nem tudom megcsinálni, ők, és, és még ők is csak másodikak, akkor nem mondanám, hogy, hogy én lennék a Európa vagy világ első, Ö, csak még lehet, hogy még nem találkoztam azzal, aki ráadok is még jobb. Biztos, hogy van olyan. Fontos ez a szakmai alázat, amit most a Péter mondott. Itt, itt, ugye feladatok vannak abban a feladatban, ki miben jó. És hogyha valaki esetleg hallgatta a közvetítésünket onnan élőbe, ugye akkor folyamatosan azt mondtam, hogy és jönnek fölfelé, a japánok jönnek fölfelé. Azt kell elképzelni, hogy a, a, japán pár úgy dolgozott, hogy azon a 6 méteres távon futott. Tehát egyik sarokból a másikba futott, és láttuk, hogy jön. ők egy kicsit le voltak maradva mindig az elején, de nagyon-nagyon jöttek föl, és hagyományos építési kizsinorozták például a, 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 támfalukat, ott néztük, csodálkoztunk, hogy hogyan építették annak idején valószínűleg Japánban a nagy falakat, és Kínában is, ugye, tehát nagyon-nagyon jó voltak, de ugye végig azt gondoltuk, hogy a németek, akik szerintünk nagyon-nagyon jó alapokkal rendelkeznek, és, és, és nálunk úgy éreztük, hogy a németek még talán nálunk is jobbak, legalábbis az biztos, hogy az építményeikben jobbak, ezt egy bátran kimondhatom, a német iskola az az ebben erősebb, ők utánunk végeztek. És közben meg Svájc, ott, ott állt mellettünk, ott, ott, ott versenyeztek, ők meg mindenben hoztak egy, egy jót. És mindenben, ö, én szerintem nem volt kimagasló a teljesítményünk, de mivel minden nap volt ö, jó teljesítményünk, ez összességében kiváló volt. Én azt mondom azért, hogy ne legyünk el szerények, reálisan az elsőt be vártuk magunkat, ö, hogy ha már az európa bajnokságból már ilyen büszkén jöhettünk el, ö, és aztán, amikor, hogyha már az első három, az már mindegy. Tehát az, az ott már olyan eleve van egy ilyen, hogy kiválósági érdem. Tehát aki eléri a kiválósági érdemet, az, az egy komoly, professzionális szakember. Tehát ez egy pontszámhoz van kötve. Ha, ez, ha ezt elérte valaki, akkor ő örök életében viselheti azt, hogy ő egy világbajnokságon kiváló, és lehet, hogy csak negyedik lett, lehet, hogy csak ötödik lett, de a kiválósági érem az nagyon-nagyon fontos. Uh, és aztán majd meglátjuk majd most, mert ugye már, hogy, még egy, hogy, hogy, miért fontos a barátság, és miért fontos ez a tapasztalat, mert már ugye Péter már megy Lengyelországba, és ő már, már nem versenyezni fog, hanem ott szakmai feladatokat fog ellátni. Uh -huh. És ugye ő fogja tudni igazából segíteni az új versenyzőinket, azért azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy 22 év alatt kell uh -huh. ezt a versenyt abszolválni, tehát általában 16-17 évesen elkezdik gyakorolni, akkor 18 éve körül kiválasztjuk az azokat, akik, akik valószínűleg elindulhatnak a világ és a Európa bajnokságokon, és akkor húsz évesen leversenzik ezt a, ezt a két versenyt, és utána természetesen kiöregedtek, de a tudásuk megvan, Szépen. úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy, hogy, hogy most nézek a Utterpetire is, hogy őt is be fogjuk hívni a képzésbe, mert hogy effektíve ő fogja tudni jól megmutatni a, a, a kőmunkákat, és hát, hát hál' Istennek, ugye ő, ő neki már van jó munkahelye, te meg maradsz az oktatásban, hogy ez, ez borzalmas, de mégis milyen jó, hogy majd esetleg a, a következő nemzeteket egy olyan versenyző fogja fölkészíteni, aki már megjárt az európa megjárt a világbajnokságokat. Úgyhogy, úgyhogy mondjuk azt, hogy jelen pillanatban úgy érezzük, hogy hogy az élbolyba tartozunk, és ezért hajlandók a fiúk és a, a támogatók, tanárok, oktatási intézmények napi 8-10 órában küzdeni és hát bízunk benne, hogy lesznek ilyen versenyzőink még. Az időnk az sajnos lassan lejár, viszont egyetlen egy kérdés azért még bennem maradt a fiúkhoz, hogy, hogy valahogy azt érzem tényleg, és ugye itt a szakmai alázatnál beszélgettünk is erről, hogy azért ez nektek nem kényszer volt, vagy nem feltétlenül egyfajta kötelesség, hanem ezt úgy teljes szívvel, lélekkel csináltátok, és csak így lehetett a ilyen eredményt elérni. Viszont feltételezem, hogy ha ezt szívvel, lélekkel csináljátok, akkor ez valamilyen szinten a hobbitokká is nőtte ki magát. Van olyan, hogy, hogy mondjuk ti otthon vagy, ahol lehetőségetek van rá alkottok, és, és egy kicsit azokat a dolgokat valósítjátok meg, ami nem versenyszabályok szerint kell, hogy kialakuljon, hanem hanem csak úgy a ti kreativitásotok, és egy kis gyakorlás is persze, de, de hogy, hogy ezt a fajta kreativitást ki tudjátok élni, ki élitek? Hát mikor van rá lehetőség, akkor nyilván igen. Uh -huh. Mondjuk... Erre most azt mondanám, hogy a cipő és cipő, a kert is kertje, meg a, a stb. <laughs> Tehát az elmúlt három évben hát nem szerettem volna sokszor ránézni az udvarunkra otthon, mert hát ugye egyrészt azért, mert nem sokat voltam otthon, másrészt, otthon voltam, sem kimondottam volt rengeteg kedvem ugye azzal foglalkozni, hogyha már amúgy is mindig kertet építek. <laughs> De hogy, hogy, igen, egyébként a lehetőségem van szabad időmben, akkor mindenképpen csinálok valamit, hát még ami ehhez kapcsolódik. Főleg azt szeretem, hogyha, hogyha valamiben úgymond egy Kicsit kreatív is tudok lenni. Mindig, mindig nézem, hogy mik a lehetőségek, és akkor ahhoz mérten csinálom a saját kis projektjeimet is. Te Péter, neked? Én otthon azért szoktam alkotni. <laughs> csak szerényen és visszafogottan, de biztos vagyok benne, hogy csodák kerülnek ki a kezeitek közül, és hát köszönöm szépen, hogy megismerhettük ezt a területet, és megtudhattuk, hogy azért itt nem csak a látványról szól a kertépítés, hanem sok-sok más dologról is, amit ti jól teljesítettetek, és hát nem csak a világbajnokságon, hanem ugye az Európa bajnokságon is kiváló eredménnyel, kiváló eredményt hoztatok, és, és azt hiszem, hogy magyar ország büszke lehet rátok, én pedig büszke vagyok, hogy beszélgethettem veletek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem a stúdióban. Bokor Péter Hutter, Péter Európa és világbajnokok, illetve Világbronzérmesek, bocsánat, megelőlegeztem egy ilyet is, illetve Kostka Ernő a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. É, köszönjük, köszönjük szépen. szépen.